üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a weekend ma is nagyon színes lesz. Divat bemutatóval, színházzal, társasjátékkal és hagyományőrzéssel is készültünk. Mindezek előtt azonban nézzük meg, mit és hogyan gyűjt idén az Állatbarát Alapítvány. Úgy tervezzük, hogy december 1-én megnyitja a kapuit a karácsonyi vásár. Itt nálunk a menhelyen, az oktatóhelyiségünkben. Ez egyébként már évek óta így van, és gyakorlatilag amire egy kicsit jobban oda kell most figyelnünk, illetve sokkal jobban, az a higiénia kérdése, és ugye annak elkerülése, hogy túl sok ember legyen egyszerre egy helyen. Ezért annyit vezettünk be eddig legalábbis, hogy maximum 5 ember tartózkodhat ebben a körülbelül 30 négyzetméternyi helyiségben, tehát a másfél métert nagyon szépen meg tudják tartani. Maszkban lehet majd bemenni ebbe az oktató helyiségben, folyamatosan fertőtlenítünk majd, illetve szellőztetünk is természetesen, de egyébként sem jellemző, hogy túlságosan nagy lenne, úgymond a tömegnyomor ebben a kis helyiségben, hiszen folyamatosan érkeznek az emberek hozzánk, és ez eddig is megoldható volt, illetve kint a Filagória alatt is berendeztünk egy kisebb vásárt. Hogy mit várunk? Hát igazából bármi, tehát nálunk ez ugye ilyen bolhapiac szintén működik, hihetetlen dolgokat hoznak még, és hihetetlen dolgokat sikerül el is adnunk. Ez tulajdonképpen bármi lehet, ami másoknak már haszontalan, használati tárgyaktól kezdve, különféle kézműves dolgok, használati dolgok, például a konyhába, vagy illatgyertyák, ékszerek, parfümök, kabalák, könyvek, tehát tényleg egy olyan színes, szagos kis vásárt képzelünk el, és van kialakulóban, amiben én azt gondolom, hogy örömmel lehet válogatni az embereknek, és élvezik is általában ezt a dolgot. Úgyhogy tulajdonképpen mi most még mindig erre készülünk, hogy december 1-ével elkezdjük majd tudni fogadni a látogatókat, illetve hát nyilván a behozott tárgyakat folyamatosan fogadjuk, és azért hoznak is szépen lassan, illetve többen jelezték, hogy még készülőben vannak különféle kis kézműves dolgok, karácsonyi figurák, ilyesmik, és még azokat is várjuk postai úton. Azért nem idén lesz az első ilyen karácsonyi vásáratok. Mi az, ami a leginkább keresettek? Most, hogyha a vásárlói szemmel nézzük a dolgot, mit szoktak a leginkább elvinni ilyenkor? Semmiben nincsen sok, ugye, hanem teljesen vegyes ez a kínálat. Mi azt veszük észre, hogy inkább azokat a dolgokat viszik el szívesebben, amik tényleg nagyon jó állapotban vannak. Tehát sokszor kapunk olyan adományokat, aminek persze örülünk, csak sokáig pakolgatjuk, ugye van, amikor évekig is, és egy idő után sajnos annyira felhalmozódik, hogy meg kell tőle válnunk, mert az látszik, hogy az emberekben megvan az a fajta igényesség, hogyha használt dolgot vesznek is, vagy használt dologért adnak pénzt, akkor ez azért legyen hibátlan állapotú, tehát törött bögrékkel, csorba, erőeszközökkel, ilyesmikkel, koszos terítőkkel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Bár igazából ugye ez a vásár inkább arról szokott szólni, hogy szeretne adományozni, és akkor cserébe kap valami kis tárgyat, vagy választhat valami kis tárgyat. Nem gondolom azt, hogy feltétlenül szüksége van az embereknek ezekre a kis tárgyakra, bár azért tény is való, hogy vannak köztük nagyon hasznos dolgok is, tehát takarók például, vagy fekhelyek, amiket mi itt nem feltétlenül tudunk felhasználni. A kutyás macskás cuccok azok elsőként elfogynak szinte, ezt nagyon szeretem az emberek, hiszen nyilván a profilunkból is adódik, hogy leginkább ugye emiatt jönnek, illetve olyan érdeklődésű emberek jönnek, akik fogékonyak az állatvédelem, illetve az állatok iránt. Nincs beárazva semmi, mert ugye annyi dolog van, hogy ezt egyesével beárazni ez szinte lehetetlen. Nagyjából becsületkasszás, de azért hál' Istennek tudjuk jelezni az emberek felé, és abszolút is fogadják, hogy mondjuk milyen árat képzelünk el érte, és azért szeretnénk is, hogyha ez azért egy kicsit megbeszélés, vagy alkutárgyát képezni, hiszen jártunk már úgy, hogy ugye vadonatúj durván egy olyan 30 000 forint értékű kutyaházat ajánlott fel ugye egy támogatónk, viszont mi ugye nem tudtuk akkor azt a méretű házat felhasználni, és hát ugye egy 6 000 forintot adtak érte. Nyilván kellemetlen nekünk szólni amiatt, hogy azért ez egy jóval drágább, vagy nagyobb értékű dolog, úgyhogy azután vezettük be azt, hogy azért beszéljünk róla, vagy most például érkeztek ilyen hatalmas plüss figurák, ilyen hát legalább ilyen 80-100 centi magas plüss figurák, teljesen szuper állapotban. Nyilvánvalóan egy ilyen plusz figura egy nagyobb áruházban akár 10-15 ezer forintot is elérheti, úgyhogy természetesen nem szeretnénk 500 forintért megválni tőle.
Nyilván minden karácsonyi vásár más bevételt hoz nektek, de nagyjából ilyenkor mennyit sikerül összegyűjteni, és ezt mire szoktátok felhasználni? Változó egyébként a bevételünk, de én azt mondom, hogy nagyjából egy ilyen 4 és 600 ezer forint közötti összeg szokott egy hónap alatt összegyűlni ezekből a kis csecsebecsékből. És hát, hogy mire használjuk fel, egyértelműen a legfontosabb dologra, az állatorvosi költségekre, hiszen ugye a táp, gyógyszer, illetve különféle vitaminok, stb. Azért karácsonyi időszakban elég szépen érkezik szerencsére, hiszen mindig megkérdezik az emberek, vagyis nagyon sokan megkérdezik, hogy mire van szükségünk. Most az idén csináltunk egy ilyen kis kívánságlistát, úgymond, hogyha valaki érdeklődik, akkor el tudjuk küldeni neki, vagy ugye kint is van a közösségi oldalunkon, illetve a honlapunkon is ez a kis kívánságlista, és ugye ezeket a dolgokat általában azért kapjuk. Viszont amiben nem tudnak nekünk az emberek segíteni tárgyként, tehát fizikai adományként, azok az állatorvosi költségeink, tehát ez bizony súlyos forintokba kerül. Főleg ugye ezekben az őszi-téli időszakokban, amikor a balesetek hatványozottan előfordulnak az utakon, nagyon-nagyon sok sérült állatunk van jelen pillanatban is, és hát ugye az ő kórházi ellátásuk, illetve műtét sorozatuk az nem 2 forint. Úgyhogy egyértelműen egy-egyben az orvosi költségeinkre fordítjuk ezt a pénzt. Már csak egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy aki szeretné felajánlani a tárgyakat, az meddig viheti el hozzátok? Mi minden nap 8 és 4 óra között vagyunk itt, ezt hétvégén is így történik. Hát igazából december 1-én nyitjuk a vásárt, viszont természetesen folyamatosan várjuk ugye addig is, és akár azután is az adományokat, hiszen amit most karácsonykor, karácsonyi időszakban nem tudunk eladni vagy értékesíteni, azt eltesszük, és tavasszal esetleg egy következő garázsvásár alkalmával újra megpróbálkozunk vele, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy folyamatosan várjuk a tárgyadományokat, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki gondol ránk, és aki egy kicsit szétnéz az otthonában, és akkor azt mondja, hogy ha valamire nincs más szükségem, akkor azt felajánlom. Stábunk nemrég Tarpán járt, és ha már ott voltunk, kiderítettünk néhány dolgot a település kuruc hagyományairól. Az Experience külön blokkot szánta a Kuruc Labanc ellentét bemutatására az 1001 év című előadásában. Magyarországon az 1600-as éveket írjuk, amikor országszerte Habsburg ellenes harcok folynak. Az ebben résztvevő magyar katonákat és a velük szimpatizálókat nevezzük kurucoknak. Az első támadást 1672-ben indították, első Lipót császár ellen, történetük pedig a Rákóczi féle szabadságharcban bontakozott ki, bár a fejedelem inkább felkelőknek nevezte ezeket a katonákat. Ebben az időszakban született meg a hazát kényszerből elhagyók bujdosásáról szóló zenei stílus, amelynek legfontosabb hangszere a tárogató volt. A zene mellett mondák is terjedtek ezekről az évtizedekről, ezek leginkább az ország északkeleti részében bontakoztak ki. Tarpát elsősorban szülötte Esze Tamás tette igazán naggyá, aki második Rákóczi Ferencet felkérte Brezán várában arra, hogy
álljon a második Rákóczi szabadságharc élére, legyen a szabadságharcnak a vezetője, és ennek érdemi elismeréseként később Esze Tamás brigadérisi ranggal ruházta fel, és a tarpai település 1708-ban hajdúvárosi kiváltságot kapott a fejedelemtől, ami a szabadságharc befejeztével az 1848-as szabadságharcig még élt, de akkor már ezek a hagyományok elkoptak. Tarpa mezővárosi rangját a trianoni békediktátumig megtartotta. Esze Tamás nevét köztéri alkotások, utcanevek, utcatáblák jelzik nem csak a tarpai településen, hanem itt a közeli településeken is. A hátam mögött áll születésének 300. évfordulója felállított életnagyságú szobra, amit Németh Mihály szobrászművész alkotott. Turisták nagyon szeretik az interaktív idegenvezetést, állatvezetést. Szeretnek azokkal a hasznos információkkal tisztában lenni, amit esetleg még igazán nem tudnak, és az itt lévő idegenvezetés ezt megadja számukra, és innen elmenve sokkal több hasznos információt tudnak magukkal vinni, mint hogy egy szürke kis felolvasásba kapnák meg az információt. A állatvezetésen meg tudjuk mutatni azokat a köztéri alkotásokat, amit a település, illetve a mindenkori kormány állított a településen. A legutóbbi olyan alkotásaink, ami Esze Tamásnak a pályafutását bemutatta a polgármester hivatal mellett lévő II. Rákóczi Ferenc emlékparkban. Itt egy dombormű képsorozat formában mutatjuk be azokat az eseményeket, ami Tarpa híres szülötte Esze Tamás életéhez és halálához kapcsolódik. Az 1700-as évek kuruc öltözete nem sokban különbözött a török kor végvári vitézeinek ruházatától. A fő különbség, hogy ekkor a dolmány úgynevezett leppentyűs ujjakat kapott és lerövidült, zsinórozása pedig még díszesebb lett. A katonák a derekukon ekkor még használtak zsinórövet, de jellemzőbbé vált a széles selyemöv viselése. Vállukon elől a nyaknál összefogott köpenyt vagy mentét hordtak, amely egészen térd alá ért. Fegyverzetük is megváltozott, már nem igazán használták a hegyes tört, ebben a korban jelentek meg a jellegzetes vörös részből domborított huszártiszti tarsolyok is. Rajtam egy kuruc korabeli ruhát látnak rajtam, azért nem igazán tudjuk visszaadni azokat a formákat és színeket, mert gyakorlatilag már a könnyűipar nem termel olyan színű és minőségű anyagokat, amiből azokat a régi ruhákat korhú szerint meg lehetne varni. A fejemen lévő kuruc fejfedő, ami egy tolldisszel is meg van rakva, ezeket inkább maga a magasabb rangú tisztek hordták már, ugye a kuruc katonák azért elég egyszerű felszerelésre és ruházattal voltak ellátva, inkább ilyen színesebb, díszesebb ruhákat csak a magasabb tiszti rangban lévő emberek viselhettek. A Tarpai Népi Hagyományőrző Egyesület szervezett programokon is igyekszik bemutatni a kuruc hagyományokat. Évtizedes múltra tekint vissza a kurucnap hagyományőrző nap, amely szintén a kuruc hagyományok éltetésére jött létre. Ezeken népi játékokat szoktak bemutatni, és a kuruc történelmi eseményeket próbálják meg színészek által bemutatni helyi önkéntesek segítségével, és itt beöltözve kuruc hagyományőrző ruhába a jeleneteket bemutatják. Én azt tudom minden ide látogató és hazai embernek üzenni, hogy őrizzék és ápolják azokat az értékeket, amit annak idején a kurucság ki tudott magának vívni, mert azért egy kuruc szív az mindig a hazáért dobog. Akár egy zokni segítségével is lehet otthon mozogni, vagy vicces csapatépítőket tartani. Mindezt a Maradj Mozgásban társas játék segítségével. Vendégem ennek az egyik alkotója, Kuruc Miklós. Szia! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
Na hát, hogy jött ez az ötlet, hogy egy ilyen társas játékot ti meg akartok alkotni? Igazából ez a márciusi karantén idején jött, amikor minden iskola átállt digitális oktatásra, és én, mint testnevelő tanár, szerettem volna külön feladatokat adni a diákjaimnak, és hát sokat gondolkodtunk ezen, hogy milyen feladatot látni, ami egy gyereket motiválhatna otthon igazából, amikor nem minden gyerek szeret úgy mozogni, és hát mindenki szeret társas játékozni. Családdal, barátokkal, bárhogyan, és akkor jött az ötlet, hogy akkor lehetne egy ilyen mozgásos társas játékot létrehozni, és ebben nagy segítségem volt Barzó Gergő, aki szintén egy testnevelő kolléga, és ketten így igazából sokat találkoztunk, és megbeszéltük azokat a dolgokat, amiket szeretnénk megvalósítani. Aztán a hónapok múltával ezek már formálódtak, ezek a feladatok, és most érkeztünk el odáig, hogy ezt most már a nyíltan a nagy közönség előtt is mutathatjuk. Igen, egyébként mondtad, hogy nagyon szeretnek társas játékozni, és nem csak a gyerekek, hanem egyre többen felnőttek is. Van valamilyen korhatára? Felső akár, vagy alsó? Igazából nincs. Itt igazából a mozgás szeretete, öröme a lényeg. Hát alsós korosztályokban már teljesen nyugodtan lehet játszani igazából, ott már kipróbáltuk, nagyon működött. Akkor kipróbáltuk baráti társaságokkal, és ott is nagyon-nagyon népszerű lett. Úgyhogy teljesen merjük ajánlani akár annak is, aki egyedül van és unatkozik, akkor párossával is lehet, akkor négyessével, de ez igazából csak képzelet szab határt, hogy bárhogyan is lehet ezt játszani. Ez nagyon érdekes, egy olyan társasjáték, amit akár egyedül is játszhatok. Egyedül is lehet igazából, igen. Hogyha otthon vagyunk, unatkozunk és pörgetünk feladatokat, kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan tudnánk megcsinálni, akkor igazából egyedül is teljesen nyugodtan meg lehet csinálni. Igen, így ugye most megint sokan sajnos otthon kényszerülnek dolgozni, lehet, hogy unatkoznak is. Milyen eszközök kellenek hozzá? Kell valami plusz beszerezni ahhoz, hogy ezt játszani lehessen? Hát próbáltuk úgy Gergővel megoldani, hogy minden háztartásban alapdolgok kellenek hozzá igazából, például egy törölköző, összegöngyölt zokni, akkor esetleg egy pohár víz, szóval semmi más nem kell beszerezni igazából, ami ilyen eszközigény lenne, csak olyan dolgok, amik minden háztartásban megtalálhatóak. Most úgy elgondolkodtam, hogy egy összegyűrt zoknival, oké, hogy mázlival tudok játszani, de egyedül hogy tudok úgy társas játékozni? Hát például van olyan feladat, hogy meg van szabva, hogy hányszor próbálkozhatunk, és akkor dobnunk kell esetleg egy kosárba, de hogyha nincs kosár, akkor egy bármilyen kialakított kis edénybe. Tehát itt is, hogy a fantáziánk igazából a szabadon van, hogyha más dolgot tudnánk megoldani, akkor az is segítség lehet, vagy esetleg a villanykapcsolót kell ledobnunk vele, lekapcsolni a világítást, felkapcsolni a világítást, és egy összegöngyölt zokni is elegendő hozzá. Mi a helyzet akkor, hogyha nekem olyan a villanykapcsolóm, hogy ilyen érintő, szóval így, hogyha hozzádobok egy zoknit, akkor nem fog felkapcsolni? Hát épp ez az, hogy igazából mindenre lehet megoldást találni. Igazából az is vannak olyan feladatok, amikor a gyereknek, vagy esetleg a felnőttnek, aki játsz a társast, olyan feladatokat kell teljesíteni, amikor az ő gondolatát kell, hogy mondjam, megvalósítania, szabad akarata van benne. Erre tudsz egy konkrét példát mondani, hogy mi ez a feladat? Például van a társasjátékon egy szerencsemező, ami azt jelenti, hogy akkor például megkapja a mezőnek az értékét, van piros, kék és zöld színű mező, a piros 3 pontot ér, 2 pontot és 1 pontot, és a mező értékét megkapja, újra dobhat. Valamint van még egy bónusz mezőnk, az olimpiai mező, és ez lesz most a lényeges. Az olimpia mezőnél például ő dönti el, hogy milyen gyakorlatot, feladatot szeretne végrehajtani. Tehát itt ő dönti el, hogy milyen mozgást szeretne. És itt igazából ahányféle ember, annyiféle variáció kisülhet belőle. Lesz ennek esetleg bővített kiadása, vagy új kártyákat terveztek hozzá későbbiekben? Tervezünk igazából szélesíteni ezt a kört igazából. A legfőbb cél igazából az applikáció lenne,
az talán még több emberhez eljuthatna, minél könnyebben. Úgyhogy vannak tervek most, igen. Igen, hiszen egyre inkább a digitális dolgok és eszközök kerülnek előtérbe, tehát akkor applikáción lesznek gyakorlatilag a feladatok. Hát ez a későbbiekben, igen, de ez a cél, ez lenne a cél. Hoztál is nekünk egy társasjátékot, igen. Ezt a kedves nézők között egyébként majd ki fogjuk sorsolni. Egy mondatban, hogyha meg lehet fogalmazni, hogy kiknek ajánlod ezt a játékot? Mindenkinek ajánljuk, aki szeretne egy kicsit feltöltődni, akkor baráti társaságban kicsit kikapcsolódni, gyereknek, felnőttnek egyaránt mindenkinek ajánljuk ezt a társasjátékot. Na, hát nagyon szuper, Miklós, köszönjük szépen, hogy elhoztátok, és hogy megalkottátok tulajdonképpen ezt a játékot. Kedves nézőink, a test edzése után, mert ugye ez arról szól, az elmét és a lelket is ápolni kell, erre pedig jó lehet a Móricz Zsigmond Színház új online versenye, a Móricz Faktor. Akik nálunk fognak versenyezni, már bizonyították a tehetségüket, tehát itt nem erről van szó, hogy valakinek is bizonyítani kell, de valóban egy kis verseny lesz most a színész kollégák között. Tulajdonképpen hasonlóan működik, mint a már tévében megszokott műsorok. Itt is lesz közönségszavazás, itt is lesznek nyeremények, és itt is lesznek természetesen versenyzők, aminek több célja is van. Szeretnénk, hogyha a színház iránti figyelem megmaradna, közönségünk továbbra is figyelemmel kísérhetné a színészeinket, illetve színészeink munkáját, valamint próbáljuk felkelteni azoknak is az érdeklődését a színház iránt, akik eddig inkább a tévében futó tehetségkutatókat preferálták. Tehát nagyjából ahhoz lesz hasonló, de mégis minden kicsit más lesz. Móricz Zsigmond Színház színészei lesznek a versenyzők. Most első körben azok a színészek, akik a két jelenleg futó próba folyamatban nem vesznek részt, és tulajdonképpen minden olyan színész, aki folyamatosan befejezi a próbáit, be fog csatlakozni ebbe a játékba. Minden színész választhat verset, választhat dalt, vagy amiben úgy érzi, hogy szeretné megmutatni a tehetségét, és minden héten pénteken, szombaton és vasárnap este 8-kor fogunk a Facebook oldalunkon bejelentkezni. Itt minden színészünk két rövid kis műsorszámot fog bemutatni, és kettő között pedig egy interjú lesz velük látható. Facebookon lehet szavazni, a Facebookon egy like egy szavazatot, egy szívecske két szavazatot, egy biztató komment pedig három szavazatot jelent. A játék az két irányú lesz, tehát a nézők között is fogunk ajándékokat kisorsolni, illetve a Móricz Faktor győztese is elnyer egy wellness hétvégét. Az összes szavazó között egyébként szintén egy wellness hétvégét fogunk kisorsolni a Hajdúszoboszlói Hotel Aurumba. Egyébként a nézőknek pedig lesz minden egyes körben egy sorsolás. Ez úgy néz ki, hogy ha péntek este 8-kor lemegy az első versenyzőnek a műsorszáma, akkor következő hét péntek este 8-ig lehet rá leadni a szavazatokat, és ez alatt az egy hét alatt, akik szavaztak, azok között fogunk kisorsolni egy Mindenünk a Színház című színházi kötetet, valamint egy páros bérletet a színház következő évadára. Kovács Dénes írta, illetve állította össze a könyvet. Ez teljes egészében a színház dolgozóit lefedő interjú kötet, megismerhetik az olvasók a vezetőségnek is a gondolatait, színészekét is, de a műszaki személyzetet, művészeti titkárságot egy-egy kolléga segítségével. A műsor két házigazdája Staub Viktória és Rák Zoltán lesz. A Móricz Faktor első három epizódját 2020. november 27-én, 28-án és 29-én este 8 órától láthatják a nézők. A verseny pedig a következő hétvégén folytatódik. Első körben most egy 5 hetet terveztünk, tehát olyan december végéig, de folyamatosan figyeljük majd a nézői visszajelzéseket, és ha sikeres a dolog, akkor el tudom képzelni, hogy lesz egy középdöntője, vagy egy döntője is a sorozatnak. A Móricz Online programcsaládnak lesz még két eleme. Az egyik a Móricz Impro, ami a nagy sikerű Beugró című sorozatnak a mintájára készül. Itt is néhány színészünk fog improvizálni, és reményeim szerint vicces kis mini előadásokat összehozni. Illetve a Móricz Anno, ahol egy-egy korábbi előadásból néhány színészünk jeleneteket fog előadni, és ebből is egy játékot fogunk csinálni, ami a nézőknek egy nyereménnyel jár, kis kitalációs lehetőséget biztosít. A színház művészeinek fontos, hogy tartsák a kapcsolatot a nézőikkel,
És mivel személyesen ez most nem lehetséges, hosszas előkészület eredményeként jött létre a Móricz faktor. Bár a nézőkkel nem, egymással találkozhatnak, így a színházi munkák nem álltak le teljesen. Természetesen folyik a hagyományos színházi munka is, bár nézők nélkül. Két előadásunknak is javában benne vagyunk a próba folyamatában. A rovarok élete és a csillagszemű juhász is két helyszínen próbál. A tervek szerint azonnal bemutatjuk, amint kinyithatnak a színház kapui. Hogy ez mikor lesz, azt nem tudjuk megmondani. A mai Weekend adását az aktuális trendekkel zárjuk, következzen egy kis összefoglaló a Vogue modellügynökség legutóbbi divat bemutatójáról. Kedves nézőink, már ennyi fért a műsorunkba, jövő héten ugyanebben az időben, innen folytatjuk többek között a 45 éves Kántémusz kórussal. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, további kellemes hétvégét, viszontlátásra!